Nyugdíj után még dolgoztam, voltam Károsényben egy vállalkozónál pultos, aztán ezt követően a postán megkérték a Károsényén, hogy helyettesíteni tudnám a kézbesítőt, mert lebetegedett, elvállaltam természetesen, mert hát ugye most sem sok a úgynevezett nyugdíj, és egy kis kiegészítés mindig jó volt. Nem beszélve arra, hogy jó indulattal belementem egy felkérésbe, amit úgynevezett kezességet vállaltam, és én hoztam a rövidebbik végét. Ha nem is tipikus, de ismerős élethelyzet a nyugdíjasok körében, amit a fórum egyik résztvevője mesélt. Nyíregyháza közel 21 ezer nyugdíjasa nevében vettek részt a rendezvényen, az idősügyi tanács és más szervezetek képviselői. Tisztázandó volt, hogy a nyugdíjba vonult, de még aktív, szaktudással és tapasztalattal felvértezett ember mi módon vállalhat munkát. Ez egy országos kezdeményezés és egy országos roadshow, mert minden nagyvárosba eljut ez az előadás dömping, amit is ezt most Nyíregyházán, hogy a nyugdíjasaik ne érezzék magukat azért, hogy elhagyatottan vagy elhanyagoltan. Bár a 16 és 64 év közötti regisztrált álláskeresők tartoznak elsősorban a megyei kormányhivatal hatáskörébe, a foglalkoztatási főosztály vezetője mégis szolgált kedvező információval. Láthatóak azok a pozitív jogszabályi előre mozdulások, amik tulajdonképpen arról szólnak, hogy aki nyugdíjas és mellette munkaviszonyt létesít, az a munkáltatót kis kedvezményben, járulék és adókedvezményben részesíti, illetve a munkavállaló béréből is csökkentett a járulék és adó levonás, tehát mindenképpen egy olyan kedvező jogszabályi környezet van, ami által mint a munkáltatónak, mint a nyugdíjas munkavállalónak is kedvező lehetőséget biztosít a munkába lépéshez. Magyarországon 150 nyugdíjas szövetkezet működik, mely az adatok szerint 10 milliárd forintot termel. Megyénkben az országos szövetkezeteken túl három szervezet is alakult, melyek viszonylag kevés nyugdíjast foglalkoztatnak. Ennek eddig gyakorlatilag súlyos akadályai voltak. A parlament törvényhozása több törvényt, egész törvénycsomagot fogadott el, és gyakorlatilag ez év júniusára teljesen szabad lesz a nyugdíjas munkavállalás, és ez a jövedelem pusztán személyről adó alá esik, viszont nem lesz nyugdíjjárulék, nem lesz társadalombiztosító járulék, tehát egyszerűen szabad a mozgástér. Munkajogviszony, közérdekű nyugdíjas szövetkezetben lévő tagság, vagy a polgári jog hatája alatt álló megbízási vállalkozási jogviszony is adott a nyugdíjasok számára. A fórumon közérthetően, de szakszerűen magyarázták el az egyes jogviszonyok jellemzőit, mely az elmúlt 2,5 év munkája nyomán született.